Rövid kérdésem lenne irányodban. Három gyorsan vagytok túl, milyen a feeling a Ladában? Hát ez mindig egy jó érzés nekünk így visszaülni a nagy autó után az úgymond picibe. Tényleg nagyon jól érezzük magunkat. Az autónak volt egy kis technikai hibája, a második gyorson beesett a fékpedál, mert szétesett hátul a valami fék betét, vagy valami nem értek hozzá. A lényeg az, hogy okozott egy kis meglepetést, utána rátartással tudtunk csak végigmenni a gyorság, én igazából a motorféket tudtam csak fékezni. De a szervizbe a fiúk meg tudták oldani, ki se késtünk, úgyhogy ezt leszámítva abszolút hibamentes eddig a történet, nagyon élvezzük, az autó is most már jól működik, úgyhogy remek. A pályát járva több szurkolónak láttam a pólóján a Rally Legend feliratot. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a Lada elővétele az a rally túra futamokon tulajdonképpen egy újabb részvételt jelent? Sajnos idén nem, idén ki kell hagynunk a Rally Legendet, de jövőre mindenképpen szeretnénk visszatérni, tavaly egy óriási nagy élmény volt, sajnos idén nem fér bele a büdzsébe, de már most gyűjtünk a jövő évre, úgyhogy remélem jövőre kijutunk. Gyűjtsetek erre a szenzációs versenyre, most is gyűjtsetek be néhány gyors másodpercet, ne a lassúbbakat keresétek, további jó versenyt!